Újfehértói fejlesztések, az elmúlt évek egyik legjelentősebb beruházása a 49-12-es főút újfehértói szakaszának felújítása volt, amit 800 millió forintból valósítottak meg. Dohány szerződés, 570 dohánytermelő 2150 hektár földön termel majd dohányt a következő 3 éves időszakban. Szankciók helyett segítségnyújtás. Országszerte mintegy 20 helyszínen folytatódnak a Nemzeti Adó és Vámhivatal idén megkezdett mentorprogramjának csoportos foglalkozásai. Számtalan beruházás fejeződött be, vagy zajlik jelenleg is Újfehértón. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az elmúlt évek egyik legjelentősebb beruházása a 49-12-es főút újfehértói szakaszának felújítása volt, amit 800 millió forintból valósítottak meg. Ez a település egyik régi fejlesztési terve volt. A közeljövőben több mint 300 millió forintból újul meg az Erkel Ferenc általános iskola, illetve útrekonstrukcióra is nyert a település 100 millió forintot a vidékfejlesztési program forrásából. Egy városrehabilitációs programnak köszönhetően mintegy 500 millió forintból megújultak Újfehérvár középületei. Sikerült a 49-12-es út városi szakaszát felújítani 800 millió forintból, ez a város főutcája valójában. Ez egy nagyon régi problémának a megoldását jelenti. A szennyvízhálózat 100%-os lett Újfehértó városában, és jelesül a honpolgároknak ez egy forintjába sem került, hanem a Fidesz-KDNP kormány jóvoltából a önerőt is sikerült fizetnünk. A beruházásnak köszönhetően a település 55%-os lefedettsége 100%-ossá vált. A sporttelep egy helyszínen már megújult, tavaly decemberben adták át a futópályát és az új műfüves pályát, ebben az évben pedig a focipálya fejlesztése is elkezdődik. Nagyon sok pályázata van benyújtva az önkormányzatnak, itt elsősorban a toppos pályázatokat szeretném megemlíteni. A benyújtott toppos pályázatokból még nyert az Erkel Ferenc tagintézménynek a felújítása, ez több mint 300 millió forintos nagyságrendű forrás jelent, illetve a CLLD keretében egy 250 millió forintot nyertünk a pályázati kiírásnak megfelelően. Vidékfejlesztési programból is nyertünk az elmúlt időszakban egy 100 millió forintos nagyságrendű útrekonstrukciót. Ez én úgy gondolom, hogy több száz gazdának segíti az életét, könnyíti meg az életét, hiszen egy több ezer hektáros területnek a feltárása, illetve 4 majornak a megközelítését teszi lehetővé. A további tervek között szerepel a belvízzel vezető rendszer felújítása, de 310 millió forintból fejlesztik az Erkel Ferenc általános iskolát is, valamint közel 1 milliárd forintból egy honvédelmi sportközpont is épül Újfehértó külterületén. 3 évre kötött termékértékesítési szerződést a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége és az ULT Magyarország ZRT. A 3 éves időszakban 570 dohánytermelő 2150 hektár földön termel majd dohányt. Az idén kötött szerződésben a szigorúbb adatszolgáltatási kötelezettségek mellett 5829 tonna dohány termelésében egyeztek meg. 3 évre kötött termékértékesítési szerződést a termelőkkel a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége és az ULT Magyarország ZRT, mondta el híradónknak Bényei Illés. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke hozzátette, a szerződéskötésekkor nagy problémát jelentett, hogy az előző periódusban bevezetett termelés korlátozásának gondolata és a hazai dohányfermentáló üzem kivonása elbizonytalanította a magyar dohánytermelőket. Az ULT a 2018-as termelés szerződés kötése során 3 éves termékértékesítési szerződéssel jött ki. Ezzel bizonyítja azt, hogy ő hosszú távon elkötelezett a magyarországi dohánytermelésre. Termelők nagy része ezt a mennyiségre a 3 évre meg is kötötte, más választása nem nagyon lévén. De mint ahogy említettem, elég jelentős annak a termelő létszáma, akik korábbi években hűséges termelők voltak, ebben az évben viszont vagy csökkentették a területüket, vagy akár be is fejezték a termelést. A 3 éves időszakban országos szinten 570 dohánytermelő 2150 hektár földön végez majd dohánytermesztést.
ez 128 hektárral és 129 termelővel kevesebb az előző periódusnál. A korábbi termékértékesítési szerződéssel ellentétben 2018-ban komolyabb adatszolgáltatási kötelezettségeket rónak a termelőkre, ezzel igazolva, hogy a megtermelt dohány tiszta eredetű. A tiszta eredet alatt értem azt, hogy vegyszer maradványmentes, hogy a foglalkoztatásnál sem gyerekmunka, sem rabszolga jellegű munka nem merül föl, hogy megfelelőképpen meg vannak fizetve az alkalmazottak, hogy a környezetre olyan tevékenységet nem folytatnak, amelyik káros lenne, hogy a felhasznált műtrágyák és növényvédőszerek azok mindenképpen engedélyezettek a dohánytermesztés során felhasználásra. Az előző periódusban 6171 tonna dohányra kötöttek szerződést, és végül 6802 tonna került értékesítésre. Az idén kötött három éves szerződésben 5829 tonna dohány termelésében egyeztek meg. Országszerte mintegy 20 helyszínen folytatódnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén megkezdett mentorprogramjának csoportos foglalkozásai. A fórumokra előzetesen regisztráló kezdő vállalkozások az adózással kapcsolatos szabályokról, teendőkről, határidőkről kaphatnak információt. De akár egyéni mentor kérésére is lehetőséget ad az adóhivatal, aki szakszerűen segítheti a kezdő vállalkozást. 2018. január elején indult el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal európai szinten is egyedülálló szolgáltatása. Egy ügyfélcentrikus program, az úgynevezett mentorálás. Év elején több mint 3000 vállalkozásnak küldte meg az adóhivatal a legfontosabb adózási tudnivalókról szóló tájékoztatást. A mentorprogram célja, hogy a kezdő vállalkozások tisztában legyenek az aktuális jogrendekkel. Havonta átlagosan mintegy 10 000 vállalkozás alakul Magyarországon. Ezek a kezdő vállalkozások nem biztos, hogy mindig tisztában vannak az adózási jogszabályokkal, a kötelezettségeikkel. Az ő segítésükre kezdeményezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a mentorprogramot. Ez a mentorprogram azt jelenti, hogy a vállalkozások, amikor kezdő vállalkozásokként megalakulnak, az ügyfélkapunk keresztül vagy a cégkapunk keresztül kapnak egy tájékoztatást a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, amelyben felhívjuk a figyelmüket arra, hogy csatlakozhatnak ehhez a programhoz, illetve ennek a programnak az előnyeire is. A fél éves mentorprogramban való részvétel ingyenes és igen egyszerű, csak regisztrálni kell. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új szolgáltatását az összes gazdálkodó igénybe veheti. A regisztrációt követően mentoráltak lehetnek a kezdő egyéni vállalkozók, a cégbejegyzésre kötelezett szervezetek, a bíróság által nyilvántartott civil szervezetek, az ügyvédirodák, valamint az ügyvivő irodák is. Ez a program azt jelenti, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dolgozói szakmai munkatársai tartanak csoportos foglalkozásokat ezeknek a kezdő vállalkozásoknak, amelyekben adózási jogszabályokról, valamint a vállalkozásokhoz kapcsolódó adózási feltételek teljesítéséről tartanak pontos tájékoztatást, illetve kérhető még az is, hogy egyéni mentort rendeljünk egy-egy vállalkozás mellé, ők személy szerint megkereshetik. A mentorok fél éven keresztül folyamatosan segítik a kezdő vállalkozásokat, akik például a folyószámlával kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphatnak. Ezen kívül a folyamatban lévő ügyekben is támogatást nyújthat a mentor, de még a hiánypótlás szakszerű pótlásában is segítkezhet, vagy akár vámügyekben is konkrét tájékoztatást adhat. A veszélyek ismerete ellenére továbbra is akadnak, akik várandóság alatt dohányoznak, mondta el 35 perc című műsorunkban Holikné Sajtos Ágnes. A védőnő kiemelte, ez azért veszélyes, mert akár egy-két szál maradandó károsodást okozhat a magzat fejlődésében. Súlycsökkenéshez, koraszületéshez, vagy akár halvaszületéshez is vezethet, ha valaki a várandóság alatt nem szokik le káros szenvedélyéről. Más országok adataival összehasonlítva még mindig sok fiatal dohányzik Magyarországon. Derül ki az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet közös felméréséből. De nem csak a fiatalkori dohányzás okoz problémát, hanem gyakran előfordul, hogy valaki a várandóság alatt sem szokik le az ártalmas szokásról. Mondta el 35 perc című műsorunkban Holikné Sajtos Ágnes, aki hozzátette. Ez azért is veszélyes, mert a fejlődő szervezetre súlyos hatással lehet akár egy-két szál cigaretta is. Természetesen, amikor a kismama megjelenik az első felvételen, akkor bármelyik kolléganő az egyik első között teszi fel a kérdést, hogy dohányzik-e a kismama, illetve a várandóságot megelőzően dohányzott-e. Mi azt tapasztaljuk, hogy eltérő kulturális és szociális környezetből jött édesanyák különbözőképpen vélekednek magáról a dohányzásról és a dohányzásról való leszokásról. Nagyon sok édesanya úgy jön oda, hogy ha dohányzott is, a magzat egészségének és életének védelme érdekében leszokik, illetve leteszi a cigarettát.
A védőnő arra is figyelmeztet, a cigarettát érdemes lenne a várandóság előtt fél évvel letenni, tekintve, hogy egyes leszokássegítő módszerek révén ugyanúgy káros anyagok kerülnek a szervezetbe. Amire leggyakrabban hívjuk a figyelmet az, hogy ugye a baba és a mama szimbiózisban él a várandóság alatt, a méhlepényen keresztül a tápanyagok és az oxigén ellátása az édesanyából érkezik. Ugye a dohányzás alatt a beszűkült erek, illetve a megnövekedett terhelés miatt a baba eleve egy oxigénban kevesebb vért kap az édesanyától, ezért nagyon nagy arányú a koraszülésnek a veszélye, kimutatták a későbbi allergiás, asztmás megbetegedéseket, illetve nagyon gyakori, hogy legalább egy 150-400 grammal kevesebb súllyal jönnek ezek a babák világra, és sajnos azoknál az édesanyáknál, akik nagyon nem veszik komolyan, illetve nem érzik ennek a tényleges veszélyét, annyira elmehet ez a történet, hogy sajnos halva szülés is lehetséges, illetve a genetikai kockázatokra is fel szoktuk hívni a figyelmet, hogy bizonyos genetikai megbetegedéseknek az aránya is növekedhet a dohányzás következtében. A védőnő becslése szerint a kismamák 90%-a hajlandó megpróbálni letenni a cigarettát. Holikné Sajtos Ágnes elmondta, sokan megbélyegzésként élhetik meg, ha szakmai segítség kérésére ösztönzik a dohányzókat, de amíg nem tudatosul valakiben, hogy ez egy szenvedélybetegség, addig nagyon nehéz kezelni a leszokást. Hímes tojás, locsolkodás, számos népszokás kötődik húsvéthoz, hogy melyek, arról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Április 22-én a Békéscsabai 20 kilométeres országos bajnokságon áll rajthoz először ebben az évben Helebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló egy portugáliai és egy tatai edzőtábort követően már hazai környezetben készül. Bejutott az országos döntőbe a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as fiú kosárlabda csapata. A Bocu Ádám által irányított együttes 8 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen végzett a felsőházi rájátszásban. A húsvét legjellegzetesebb kelléke a hímes tojás. A díszítés során a piros a leggyakrabban használt szín, amely egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A locsolkodás a természet megújulásának szimbóluma, de ez a tevékenység egyre inkább kezd átalakulni családi programmá. A húsvét nem csak a kereszténység legnagyobb ünnepe, a tavaszvárás legkiemeltebb időszaka is. A Biblia szerint Jézus a pénteki keresztre feszítése után a harmadik napon vasárnap feltámadt. A húsvéti hagyományok egy része ma is aktívan él a köztudatban, mások viszont a feledés homályába merültek. A Sóstói Múzeumfalu programjaiban azonban ezeket is megismerhetik az érdeklődők. Megmaradt a böjtölési időszak, hiszen aki a húsvéti ünnepre készül, és mondjuk katolikus, görög-katolikus vallásúak, ők megtartják a 40 napos böjtöt, de nagypénteken mindenki böjtöl. Egyébként akár milyen felekezethez is tartozik. Készülnek az ünnepre nem csak a lélekben, hanem a saját környezetüket is megtisztítják, és ilyenkor van a nagy takarításoknak is az időszaka. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból az ünnep nem változott, hiszen mindenki valamilyen formában készül rá. Az oktatási intézmények is igyekeznek széles körűen megtanítani a gyerekeknek a még élő és a már feledésbe merült hagyományokat egyaránt. Az iskolánk nagyon fontosnak tartja a hagyományápolást, és úgy érezzük, hogy a gyerekeket minél hamarabb meg kell ismertetni a hagyományokkal, meg kell velük szeretetni, és hiszen ez harmonikusabbá teheti az életüket, a lelküket erősíti, és az a szeretetüket. A locsolkodás a természet megújulásának a szimbóluma is, bár ezt egyre kevésbé gyakorolják. Ez a hagyomány főleg az iskolákban kisebb gyerekek körében él, mára sokkal inkább családi programmá alakult át az ünnep. Én felkelek egyedül, akkor apa mindenkit meg szokott locsolni, úgyhogy enged egy pohárba a csapból vizet, és leönti a nyakunkat. Meg apával szoktam menni mamáékhoz locsolkodni, meg engem is papa meg szokott locsolni. Apukámmal, és megyünk a két mamához, és meg szoktuk őket locsolni, és amikor hazaérünk, nagyon sok tojást gyűjtünk össze. A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb jelképe. Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások díszítése régi hagyomány.
A leggyakrabban használt piros színnek védőerőt tulajdonítanak, egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. Április 22-én a Békés Csabai 20 kilométeres országos bajnokságon áll rajthoz először ebben az évben Helebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló egy portugáliai és egy tatai edzőtábort követően már hazai környezetben készül. Pokromeszki József tanítványa számára a nyári berlini Európa-bajnokság lesz az év fő versenye, amelyen az 50 kilométeres távon áll majd rajthoz. Az év első három hónapja a felkészülés jegyében telt Helebrand Máté számára. A világbajnoki hatodik helyezett gyalogló napi 2-3 edzésen gyűjtötte a kilométereket, beiktatva egy 2 hetes portugáliai és egy 2 hetes tatai edzőtábort is. Pokrovecki József tanítványa az 5 kilométeres fedett pályás országos bajnokságot betegség miatt hagyta ki. Az 50 kilométeres bajnokságon pedig azért nem indult el Máté, mert edzőjével egyetemben úgy döntöttek, hogy ezen a távon csak a berlini Európa bajnokságon áll majd rajthoz a nyíregyházi atléta. A felkészülési programot is a kontinens viadalt szem előtt tartva állított össze a páros. Teljesen másabb felkészülést igényel, hát több mint a duplája a versenytáv, nem annyira intenzív, viszont sokkal nagyobb állóképességet igényel, ezért az edzések sem olyan intenzívek, viszont sokkal hosszabbak. Eddig a 20 km-re, amikor készültünk, körülbelül 20-25 km-eket edzettünk, most viszont már a 30 km-t is eléri. Most már kezdek jó formába lendülni, sajnos idén télen 2-szer is betegséggel küzdöttem, illetve az elmúlt héten az időjárása volt túl kedvező, de úgy néz ki, hogy most már minden úgy fog alakulni, hogy mi szeretnénk. A versenyidőszak programja még csak részben állt össze, az viszont biztos, hogy Máté rövidebb távú viadalokkal hangol majd az EB-re. Április 22-én fogok először versenyezni, Békés Csabán szokásos országos bajnokságon. Aztán június 1-én lesz Tatabányán egy 10 km-es verseny. És a fő verseny ugye a Berlin Európa bajnokság lesz, ott már 50 km-re fogok indulni. Előtte, hogy nyáron hol és mikor fogok versenyezni, azt még nem nagyon tudjuk, az majd közbe fog alakulni, de Józsibával úgy tervezzük, hogy túl sok verseny nem szeretnénk indulni. Tényleg mindent az Európa bajnokságra szeretnénk szentelni, ott szeretnénk egy nagyon szép helyezést elérni. Az Európa-bajnokságot augusztus 7-e és 12-e között rendezik a német fővárosban. Bejutott az országos döntőbe a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as fiú kosárlabda csapata. A Bocó Ádám által irányított együttes 8 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen végzett a felsőházi rájátszásban. Az április 26-a és 29-e között esedékes 8-as döntő rendezésére Nyíregyháza is pályázott. Címvédőként vágott neki a szezonnak a nyíregyházi junior csapat, igaz, a tavalyi gárdából néhányan úgymond kiöregedtek. A minimális cél a 8-as döntőbe jutás volt, és ezt az alapszakaszban elért eredményével gyakorlatilag abszolválta is a Bocskó Ádám által irányított együttes. A felsőházi rájátszás végül az 5. helyen zárták Mokánszkijék, egy győzelemmel elmaradva az éllovas oda-vissza vert Debrecentől. A felnőtt csapat szakmai igazgatója Sitko Ernő szerint a jó szereplés többek között annak is köszönhető, hogy a fiatalok közül jó néhányan rendszeresen pályára lépnek a felnőtt csapatban is. Nem olyan megszokott ez a magyar kosárlabdázásban, vagy az előző évek magyar kosárlabdázásában nem volt annyira megszokott, hogy a 17-18 éves játékosok szerepet kapnak a felnőtt csapatok küzdelmeiben, hogy a versenykirálást is úgy készült el a 2017-18-as szezonra, hogy az U18-as döntő és a B csoport rájátszásának a küzdelmei ugyanarra a hétvégére esnek, tehát egy picit variálni is kell majd az MKOS versenybizottságának ezen, hiszen nem megoldható az, hogy a gyerekek két ütközetben legyenek ott, illetve természetesen azok a csapatok, akik bejutottak mindkét versenysorozatban a legjobbak közé, azoktól nem várható el, hogy valamelyiket feladják, és ne a legerősebb csapatukkal tudjanak kiállni. Tehát ezzel csak annyit szeretnék kifejezni, hogy ez egy nem megszokott dolog a magyar kosárlabdázásban, és nagyon örülök neki, hogy elindultunk annak irányába, hogy a legfiatalabbak is lehetőséget kapjanak a felnőtt csapatokban, mert ha a nemzetközi mezőnyben szétnézünk, akkor egy 18-19 éves játékostól már nem meglepő, hogyha ott van a legjobbak között. A nyíregyházi csapat hazai pályán veretlen ebben a szezonban. A címvédéshez adott a recept, Nyíregyházán kell megrendezni a 8-as döntőt.
Nagyon szeretnénk megrendezni ezt az U18-as döntőt, hiszen mi is látjuk, hogy a csapat hazai pályán veretlen, és jó lenne, hogyha hazai környezetben, hazai közönség előtt szerepelhetnének a srácok a legfontosabb mérkőzéseken is. Ennek sajnos problémája az, hogy az aréna nem szabad ebben az időszakban. Talán a vasárnap szombat lenne az, amikor ide tudnánk hozni a küzdelmeket, a csütörtök pénteki napra viszont meg kell találnunk egy termet, ahol az MKOS hozzájárul ahhoz, hogy rendezhetjük azokat a mérkőzéseket. Ez napokban el fog dőlni, és utána meglátjuk, hogy rendezhetjük-e az U18-as döntőt, vagy sem. Van egy másik problémánk is, megfelelő szálláshelyeket kell találni, és ez a döntő április utolsó hétvégéje, amikor a május 1-i hosszú hétvége megkezdődik, és ebben az időszakban a Nyíregyházán lévő szállodák már eléggé telítettek, de megpróbáljuk megkeresni azt a lehetőséget, ahol elszállásolhatók az ideérkező csapatok. A Nyíregyházi Sportcentrum mellett a Debrecen, a Szombathely, az Albafehérvár, a Vasas és a Budapesti Honvéd jutott a döntőbe, további két helyről az osztályozók döntenek. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Számtalan beruházás fejeződött be, vagy zajlik jelenleg is Újfehértón. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb beruházása a 49-12-es főút újfehértói szakaszának felújítása volt, amit 800 millió forintból újítottak fel. Ez a település egyik régi fejlesztési terve volt. A közeljövőben több mint 300 millió forintból újul meg az Erkel Ferenc általános iskola, illetve útrekonstrukcióra is nyert a település 100 millió forintot a vidékfejlesztési program forrásából. 3 évre kötött termékértékesítési szerződést a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége és az ULT Magyarország ZRT. A 3 éves időszakban 570 dohánytermelő 2150 hektár földön termel majd dohányt. Az idén kötött szerződésben a szigorúbb adatszolgáltatási kötelezettségek mellett 5829 tonna dohány termelésében egyeztek meg. Országszerte mintegy 20 helyszínen folytatódnak a Nemzeti Adó és Vámhivatal idén megkezdett mentorprogramjának csoportos foglalkozásai. A fórumokra előzetesen regisztráló kezdő vállalkozások az adózással kapcsolatos szabályokról, teendőkről, határidőkről kaphatnak információt, de akár egyéni mentor kérésére is lehetőséget ad az adóhivatal, aki szakszerűen segítheti a kezdő vállalkozást. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 2-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!